A bőszénfai szarvasfarm lovairól, valamint a lovashintó irányításáról már szót ejtettünk korábbi műsorunkban. Most egy nagyon hasonló szituációt mutatunk be, csak a lovak helyett ezúttal a szarvasfarm szamarai állnak a középpontban. A mezőgazdasági szakközépiskolából innen Kaposvárról a lovász hallgatók hozzánk jönnek ki fogatos gyakorlatra, mert itt nálunk adott a lehetőség. Sajnos a legtöbb lovardában már nem nagyon van lehetőség fogatos gyakorlatra, és itt a lányok velem a csacsi fogaton gyakorolnak. Legközelebb majd a lovas fogaton fognak ülni, és akik ma a lovakkal vannak, ők lesznek a szamarakkal, tehát mindenki kipróbálja mind a két lehetőséget, nagyon más a kettő, és mind a kettő nagyon szép, meg érdekes. Eléggé izgulnak szegény kislányok, mert hát most, ha ülnek életükben először fogaton, és hát én egyből a kezükbe adom a gyeplőt, és adom a feladatokat, hogy mikor, hol kell befordulni, milyen szűkületbe kell bemenni. Bemegyünk a magtárba, kijövünk a magtárból, tehát a kapukat, fordulókat nagyon ügyesen kell bemérniük, hogy be tudjunk menni és ki is tudjunk jönni. Megyünk dombon föl meg le, vagy éppen bele kell menni a pocsolyába, az is egy nehéz feladat, mert az állatok azt inkább kikerülnék, ha tehetik. Úgyhogy szegények eléggé meg vannak illetődve, meg izgulnak, de addig megyünk, addig hajtogatunk, közben szerencsére az idő az nagyon szép, a táj az mindig is szép volt, és szép is lesz itt, úgyhogy talán így oldódnak, és egyre ügyesebbek lesznek. Nekünk lesz egy szakmai vizsgánk, és a gyakorlati részét itt bőszénfán készülünk föl. Igazából fogatot jöttünk ki hajtani, mert az iskolában sajnos erre most nincs lehetőségünk, és így itt bőszénfán tudják nekünk ezt biztosítani. És hát nagyon jó kezekbe kerültem, én a Sárát már kiskorom óta ismerem, és nagy bizalommal vagyok felé. Nálunk otthon már kiskorom óta lovakkal foglalkozunk, és otthon is van egy fogatunk, és azt szoktuk otthon hajtani, úgyhogy hozzám az közelebb áll. Meg hát igazából majdnem ugyanolyan, de a szamár kicsit szívósabb állat. Én úgy érzékelem. A testbeszéde nagyon fontos az állatnak, a fülével is, a farkával is kommunikál, és nekünk egyfolytában az a felelősségünk, az a feladatunk, hogy nyugodtak és határozottak maradjunk, mert így fogja ő megérteni, hogy egyrészt meg kell csinálni azt, amit szeretnénk. Ez például egy szűkületbe beforduláskor nagyon fontos, hogy se ő, se a szerszám, semmi ne sérüljünk, tehát muszáj, hogy az történjen, amit mi szeretnénk. Másrészt pedig azért kell nyugodtak maradjunk, mert ő a szándékot, az érzést veszi át nagyon. Az előbb meséltem a lányoknak, hogy kiabálhat a fogaton, hogy indulj, vagy cuppoghat, vagy csinálhat bármit, hogyha nincs benne az az érzés, hogy én tényleg el akarok indulni, akkor a csacsi, vagy akár a ló egy helybe fog maradni. Míg hogyha határozott és nyugodtan ad egy utasítást, amit ő komolyan gondol, az lehet nyugodt is, és puha, vagy tehát nem kell, hogy ordítson, akkor el fog az állat indulni, mert érzi a szándékot. Kicsit izgatott vagyok, mert szamarat most hajtottam először, és hát kicsit nehéz is volt, mert tényleg szívósabb állat, sokkal nehezebben lehet megfogni, nehezebben lehet irányítani őket. Én igazából a szakmavégzés után tovább szeretnék menni érettségizni, utána pedig el szeretnék menni egyetemre, egy rajtengedélyvizsgát letenni, és később lovasedző szeretnék majd lenni évek múlva. Meg versenyezni szeretnék, akár lovaglásban, akár fogadhajtásban, az még nem biztos, de egyelőre ilyen tervek vannak. Mindenkiben egy vágy alakul ki, hogy megsimogassa. A csacsi az amúgy is a hosszú fülei miatt nagyon bájos állat. Hogyha kiállításon vagyunk, akkor vannak érdeklődők mindig. Természetesen segítek nekik megsimogatni, hogyha gyerekek fel akarnak ülni, akkor felültetem, mert én szeretném támogatni ezt a
érzést az emberekben, hogy vonzódnak a természethez.